Köszöntöm Önöket! Mai sétánkban a Mester utcai szakrendelőnél forgatunk. Annak kapcsán, hogy a hírek szerint nem sokára majd bővíteni fogják ezt az épületet, ezt az intézményt, de mi most főként az építészről és erről az építészeti stílusról fogunk beszélgetni. És akkor Ambrus, induljunk is onnan, hogy ez a fajta stílus, ez hanyas évekre jellemző? Hát ezt a stílust avantgárd stílusnak hívták az 1930-as években Magyarországon is, meg Európában is, amely gyökeresen megpróbált egy újfajta szempontrendszert, építészeti nézőpontot behozni a közintézmények tervezésénél. És hát ezek az épületek a szakrendelő kapcsán úgy gondolom, hogy nagyon jól bizonyítják, hogy a tégla homlokzat, tehát a tégla felületek használata, a nagy üvegablakok használata és az a cikornyás, néha túlburjánzó épületdíszekkel ellátott historizáló stílus valóban egy régebbi időszakot jelent, nem feltétlenül rosszabb vagy jobb, hanem egy határozottan más irányzat. És nagyon érdekes, hogy sokáig nem is nagyon fogadták el a középületek tervezésénél a megbízók ezt a fajta irányzatot, és nem is nagyon tetszett nekik. A 20-as években ez az irányzat már megpróbált magának utat törni, és a 30-as évek közepétől tulajdonképpen törte át azokat a falakat, amelyeknek aztán az eredményeképp ilyen típusú középületek, intézmények megépülhettek. Konkrétan ez a szakrendelő 1940-ben készült el. Akkor beszéljünk elsőként az építészről. Beszéljünk. Rimanóczi Gyula 1903-ban született, és hát fiatalkora óta építésznek készült. 1925-ben szerzett a Műegyetemen építészdiplomát, aztán különböző közép- és nyugat-európai országokban tapasztalatokat gyűjtött, és 1929-ben váltotta ki az építész engedélyét, és nyithatott saját tervezőirodát. Egészen 1933-ig kellett várnia, amikor a különböző pályázati lehetőségek közül az első megvalósulhatott, és ez tulajdonképpen áttörést is jelentett a számára. A Pasaréti templom terve volt az a munkája, amely megvalósult, és igazán hírnevet szerzett a számára, és innentől kezdve számtalan középületnek és magánháznak a tervezési feladatait bízták rá. A Pasaréti úton több lakóépület, ezek inkább ilyen villák, nagyon korszerű, modern villák voltak, amelyeket tervezett, de tervezett hatalmas középületet is. Talán a legnagyobb alapterületű ilyen épülete a Dob utcai postaigazgatóság épülete volt. És aztán a 30-as évek végére szerte az országban kapott feladatokat, szintén magánépületek és középületek kategóriájában. A Székesfehérvári közvágóhíd építésében, tervezésében szintén nagy szerepet kapott. De hát a mi szempontunkból a legfontosabb, az 1939-hez köthető. Ebben az évben kapta meg a Mester utcai szakrendelő tervezésének a feladatát. És volt ezelőtt másik szakrendelő is itt Ferencvárosban, vagy ez volt az első? Volt, sőt ebben az utcában volt, a Drégei utcának a másik oldalán, a Drégei utca egy szám alatt, de jellemzően, mint ahogy Budapest különböző kerületeiben is ez volt a megoldás, egy lakóépületnek az alsó emeletén, vagy alsó szintjein alakítottak ki olyan helységeket, ahol a szakrendelést, a különböző, ugye a biztosítottak, a beteg biztosítottak számára szakrendeléseket nyitottak, de hát egy lakóépületben nem lehet igazából kialakítani olyan körülményeket, amelyek normális, rendes, modern vizsgálatot lehetővé tesz. Úgyhogy az Országos Társadalombiztosítási Intézet, amelynek a székházáról egy régebbi sétánkon már beszélgettünk, meg említést tettünk, ugye a Fiumei úton található. Szóval ez az Országos Társadalombiztosítási Intézet 1937-ben egy programot indított, és ennek a keretében öt új rendelőintézet épült.
a Kapás utcában, a második kerületben, Erzsébet városban, Pesterzsébeten, az Erzsébet utcában, a Dologház utcában, a Dologház utca 4 szám alatt, és a Visegrádi utcában talán az a legismertebb rendelőintézet a mai napig is meghatározza szerintem annak az utcasaroknak a képét, és gyönyörű tégla épületről van szó, ugyanúgy, mint itt. És hát ez volt az ötödik, a 9. kerületi és a 8. kerületi biztosítottak számára. Körülbelül 38 ezer ember ellátását volt hivatva ez az épület biztosítani, hogy így fejezzem ki magam. És hát annak idején nagyon-nagyon sok pénzt áldoztak az épületnek az elkészítésére, kb. 500 ezer pengőbe került, ami akkor nagy sok pénznek számított, igen. És nagyon modern felfogás alapján készült, liftet építettek bele, 6 személyes liftet, amely egyben a teherszállítást is biztosította. Az első időkben a tüdőgondozást a földszinti részen alakították ki, mert úgy gondolták, hogy a tüdőbetegségeket, vagy aki tüdőbetegséggel bajlódik, az ne egy második, harmadik vagy negyedik emeletre vigye föl magával esetleg. Egyrészt nehéz felismerni, másrészt pedig minél jobban izolálni kellett az ilyen típusú betegségben szenvedőket, tehát ez volt az elképzelés. És aztán 1940-ben ugye megépült ez a nagyon szép épület, amelyet időnként felújítottak, legutoljára egyébként 2019-ben újítottak föl, és hát azt kell mondanom, hogy bár Ribanóczi Gyula eredeti terve is nagyon-nagyon szép volt, és jól sikerült az elkészült változat, a felújítás az talán még többet hozzáadott, főleg a harmadik és negyedik szint felújításával, és hát nagyon reménykedhetünk benne, hogy ha valóban ez a bizonyos új épületszárny elkészül, akkor egy újabb lépést tehetünk afelé, vagy abba az irányba, hogy a rászorulók, a különböző betegségekben szenvedők minél alaposabb és modernebb ellátásban részesüljön. Reméljük, hogy hamarosan elkezdődnek a munkálatok, és szerintem azt is megígérhetjük a nézőknek, hogy elkészül, akkor majd visszajövünk, és megmutatjuk a nézők számára, hogy milyen is lett ez az új szárny. Következő adásunkban nem megyünk messzire, maradunk itt a Drégei utcában, és a Budapesti Általános Tejcsarnok Részvénytársaság egykori telephelyéről jelentkezünk majd.